Kétkerék Egyesület elmúlt időszakban lezajlott versenyeiről kérdeztük Csaba Nikolettet. Az elmúlt időszakban több versenyen és edzőtáborban is részt vette a Hétkerék Egyesület. Erről kérdezem az Egyesület edzőjét, Csaba Nikolettet. Köszöntelek! Mit is tudhatunk erről, ami az elmúlt másfél hónapban történt? Köszönöm szépen, sziasztok! Hát kicsit besűrűsödött így tavasz végére és nyár elejére a munka így a görkoriba, illetve a versenyek is. Hál' Istennek elindultak itt a járványügyi helyzet miatt, tartottunk attól, hogy olyan döcögős lesz a szezon, mint a tavalyi évben. Nyilván ez sem lesz teljes szezon, de azért szerintem már sokkal jobban indultunk el, mint tavaly. Május végén kezdtünk egy felnőtt országos bajnoksággal. Ennek az volt az érdekessége, hogy a kadett korosztálytól felfelé, az azt jelenti, hogy a 2008-as születésű versenyzőktől felfelé, azaz a 2008-as és annál idősebb versenyzők vehettek rajta részt, a fiúknál is és a lányoknál is. Összesen 6 versenyzővel utaztunk fel Tatabányára. Nyilván ennél a versenynél azért figyelembe kell venni azt is, hogy itt a felnőtt korosztály tulajdonképpen együtt indul a nála jó pár évvel kisebbekkel is, úgyhogy a kisebbeknek ez egy jó kis tapasztalatszerzés, a felnőtteknek pedig egy jó kis versenymezőnyt teremt ez az egész szituáció. A lányok összesen 23-an voltak országos szinten, a fiúk 14-en, úgyhogy nagyon jó kis verseny kerekedett a végére. Tatabánya, Szombathely, Szeged, 2 csapata, Budapest, illetve mi Kistelekről vettünk részt rajta. Szerintem kezdetnek nagyon jól sikerült, nehéz volt megítélni ennyi kihagyás után, hogy mégis mit tudnak a gyerekek, és ki milyen szinten van, akár ellenfelek egymás között, akár csapatok egymás között, de szerintem nagyon jól zártuk végül ezt az egy napot. A női mezőnyben összesítésben Nagy Violetta Milla 12. lett, Bitó Szilvi 17., Abonyi Csenge pedig 20. Nyilván itt a lányoknál azt kell tudni, hogy egy versenyzőnk sem felnőtt még, tehát ők mind juniorok, illetve azt kiemelném, hogy 1000 méteren a Milla a legjobb 8-ba került be, azaz döntőt futott, ami azért nagyon nagy szó egy 23 fős mezőnynél. A fiúknál itt egyetlen felnőtt versenyzőnk, Márkus Viktor, ő végül összesítésben a 4. helyen zárt, de itt a távoknál a felnőtt országos bajnokságon egyébként külön értékelés történik távonként, illetve van egy végleges összesített eredmény. Viktor elhozott 2 bronzérmet, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Mögötte Nagy Kristóf 11. lett, Nagy Vilmos 13., ők a legkisebb korosztályba tartoznak, úgyhogy egyáltalán nem vártunk tőlük lehetetlent, hiszen olyan erős ellenfeleik vannak, akikkel nem tudják még ilyen fiatalon felvenni a versenyt. Váltóba a Milla, Sisi, illetve Csenge 3-as váltója 5. helyezést ért el, Viktor Kristóf és Vilmos váltója végül dobogós 3. helyen zárt, és csapatversenyben is 3-ok lettünk, ami azért ilyen kis létszámú versenyzők mellett nagyon nagy szó. Felnőtt országos bajnokság után egy junior versennyel folytattuk. Ez egy regionális verseny volt Szegeden. Végül abban egyeztünk meg a szövetségnél, hogy elindulásképpen, így a nyár elején, ketté bontjuk a mezőnyt országos szinten. Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan tartottak egy versenyt Tatabányán a Budapest, Tatabánya, Szombathely versenyzőinek, illetve nekünk itt Szegeden Vásárhely, a 2 szegedi csapat, illetve mi Kistelekiek versenyeztünk egyet. Igazából ez egy regionális verseny, nyilván nem számít országosnak, de aztán végül olyan szép mezőny létszám jött össze, hogy majdnem vetekedett egy országos méretű versennyel. A hangulat az nagyon jó volt, attól függetlenül, hogy nem voltak annyira sokan. Illetve az amatőrök is részt vehettek, valamint a profik is ezen a versenyen. A felnőtt országos bajnokságon ugye csak profikkal indulhattunk, itt ezen a versenyen az amatőrök is elindulhattak, sőt az egész kezdők is versenyeztek, tőlünk összesen 6-an.
ők tényleg nagyon kezdők, tehát vagy a tavalyi, vagy maximum a tavaly előtti évben kezdtek el hozzánk járni görkorizni, de nagyon szépen teljesítettek. Nyilván nekik a távok rövidebbek voltak, tényleg teljesen kezdők, ellenfeleik is voltak a másik három csapatból, úgyhogy ez végül is nagyon jó kis tapasztalatszerzés volt nekik. Meg hát nyilván ott voltak a profik, akikkel aztán népes mezőnnyel elindultunk. Nagyon jól szerepeltek, nagyon jól sikerült ez a verseny. Én azt gondolom, hogy tökéletes kezdése volt a szezonnak. Akkor itt a Szegedi Regionális Verseny, ami egyébként a Domkupa nevet viseli, végül csak a dobogós helyezéseket értékelték. Az amatőröknél, a junior F-es lányoknál Pigler Petra első lett, Juhász Arlett második, Béres Anna harmadik, junior F-es fiúknál Fülöp Marci első helyezést ért el, junior S fiúknál Béres István harmadik lett, junior D-s lányoknál Szücs Hanna szintén harmadik lett, és a junior D-s fiúknál Balogi Áron második helyezést ért el. A profiknál, a junior D-s lányoknál Béres Kata második lett, Fülöp Nelly harmadik, ők most voltak életük első profi versenyén, junior C-s lányoknál Kis Hanna harmadik lett, kadett fiúknál Nagy Kristóf első helyezést ért el, Nagy Vilmos harmadik lett, junior B-s lányoknál Abonyi Csenge harmadik helyezést ért el, és a junior A-s lányoknál Nagy Violetta Milla második lett, Bitó Szilvi pedig harmadik. A két szegedi versenyünk után Tatabányán egy összetartásra került sor, mielőtt még az Európa Kupa, Kelet-Európa Kupa sorozat elindul. Igazából itt is hasonlóan a felnőtt országos bajnoksághoz kadett korosztálytól felfelé vehettek részt, kizárólag csak profi versenyzők jöhettek. Tatabányára utaztunk föl, egy nap volt az egész, volt egy délelőtti edzés, illetve egy délutáni edzés. Összesen 10 gyerekkel mentünk. Ami újdonság volt, hogy vittünk olyan gyerkőcöket is, akik azért nemrég váltottak profiba, viszont a korosztályuk már megköveteli azt, hogy itt a nagyokkal dolgozzanak együtt. Úgyhogy tapasztalatszerzésnek szintén nagyon jó volt nekik. Nyilván itt az EB kerettel, illetve a VB kerettel edzettek együtt a gyerekek. Összesen 40-en voltak, egy egész nagy csapat jött ki a végére. Három csapatba bontották őket edzésre. Nyilván a nagyokkal a lépést tartani az azért nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy mindenkinek a korosztályához, illetve az erőnlétéhez megfelelő csapatban tudott dolgozni. Úgyhogy nagyon jó taktikai, gyorsaságfejlesztő, illetve versenyszituációs gyakorlatok is voltak, amit egy edzésen nehéz megvalósítani, hiszen nincsenek ennyien, de itt most adott volt a lehetőség, és ezt ki is használtuk. Úgyhogy a két edzés után még aznap jöttünk haza. Én azt gondolom, hogy nagyon jó előkészítés volt ez a legközelebbi versenyekre, illetve a szezon hátralévő részére, úgyhogy bízok benne, hogy lesz majd még ilyen lehetőségünk ebben a szezonban. Horgászverseny tartott a Kisteleken. Nagy Lajost, a Kistelki Horgász Egyesület elnökét kérdeztük az eredményekről. Idén már második alkalommal került megrendezésre Kisteleken horgászverseny. A versenyszervezőjét, Nagy Lajost kérdezem a részletekről, köszöntelek. Hogy is zajlott le az idei verseny? Én is köszöntöm a nézőket. Hát június 20-án volt a második nyári horgászversenyünk, ami 29 nevező jelentkezőből tevődött össze. Ebből volt egy fiatal hölgy horgász is, gyermekhorgász. Ő is megmérettetett a felnőttek között, kisebb-nagyobb sikerrel. Több korcsoport volt a horgászok között, volt fiatalabb, volt idősebb. Elég jó lett a fogás most a tavaszihoz viszonyítottam, mert 86.510 gram volt az összfogás. Ebből még ezen fölül még volt két kategória hirdetve, a legnagyobb hal és a legtöbb hal kategória. Ebben a két kategória plusz az első három helyezett kapott díjazást. Az eredmény annak is köszönhető, hogy előzőleg valószínűleg a haltelepítésnek köszönhetően lendült meg ennyire a fogási kedv. Előző héten 540 kg
két nyaras pontyot telepítettünk a tóba, aminek átlaga 1,30 kg volt. Ahogy említetted, elég szép volt a fogásmennyiség. Gondolom ez betudható nem csak ennek a mostani telepítésnek, hanem az ezt megelőző jócskán sok telepítésnek. Mit lehet erről tudni, folytatjátok-e a jövőben is? Igen, ez volt már a harmadik hal telepítés ebben az évben, ami kettő nagyméretű halakból állt, meg egy 4000 darabos hüllő ivadék hal telepítésből tevődött össze. De viszont eljutottunk arra a pontra, hogy már nem tudunk válogatni sem, meg megszabni azt se, hogy honnan veszünk halat, vagy mikor veszünk halat, mert eljutott az a pont, hogy nem nagyon lehet halat kapni, és lehet, hogy majd csak késő ősszel tudunk legközelebb halat vásárolni. Ezért volt az a kényszerűség a hal vásárlásban, a hal telepítésben, hogy ezt a méretű halat tudtuk megvásárolni, mert ilyet kaptunk. Tehát nem nagyon volt az, hogy válogassak, én most 2-3 kilós halat szeretnék, mert örültem, hogy ezt is kaptam. Ugyanis a tavalyi évben, amikor Mohoz kiírta a tagszervezeteknek a hal telepítést, hogy támogatja, ott elvitték az összes egynyaras, kétnyaras pontyot, meg telepítendő halat, és erre az évre ugye nincs, amit tovább szaporodott volna, erre az évre növekedett volna, és akkor így nincsen ebben az évben 3 nyaras ponty. És ezért nehéz lesz a későbbiekben a hal telepítést megoldani. Mit tudhatunk a díjazottakról? A díjazás a verseny végén 13 órakor fújtuk le a versenyt, nem fáztunk, igen, jó idő volt ránk, hálá jó Istennek. Az első 3 helyezett serleget kapott, az első helyezett Vidács László volt 17.400 grammal, második helyezett Orgován Sándor 9.400 grammal, harmadik helyezett pedig Kornóczi Róbert 7150 grammal. A legnagyobb hal, ami a versenykor kifogott, ez 3220 grammos amúr volt, amit Krizsán Péter horgásztársunk fogott. A legtöbb halat pedig 17 darabot Kornóczi Róbert horgásztársunk fogta. Akik kimennek horgászni hétköznapokon a tóra, milyen halfajtákra számíthatnak? A horgászok számíthatnak főképpen ponty, amúr és kárászra elsősorban, de foghatnak balint, süllőt, csukát és esetleg még nagyobb testű dévéreket is. A pontyok között is van, ami jelentősebb méretekkel bír, mert ebben az évben már a kifogott ponty súlyrekord az 11,5 kg, amúrból pedig 12,40 kg volt a ez évi legnagyobb hal méret. És így aztán bármilyen hal megfogható, és bármikor számítható nagy testű halra is, ami igazából kihívás és nagy élmény nyújt a horgász számára. De egyébként meg a tónak az adottságából kifolyólag a helyi szaporulat is megtalálható, ami hálá jó Istennek egész jó arányban van meg a vízben, ami főképpen ponty ivadék. Kifogott halakkal mi szokott történni? Hát a kifogott halak úgy vannak kategorizálva, hogy 4 kg alatti halat el lehet vinni, de 4 kg feletti halat vissza kell engedni a vízbe, az véget, hogy a későbbi szaporulat és a horgász élmény másnak is megadódjon, de viszont a harcsából viszont 5 kg felett vihető, és 5 kg alatt visszahelyezendő a tóba. Ezáltal próbáljuk arra is, hogy rávenni a horgászokat, hát ha a harcsa is motiválja és bemonza a horgászokat, nem pedig csak a tipikus ponthorgászokat látjuk szeretettel, meg nagy érdeklődése, hanem a hátha ragadozó halas horgászat is érdekesebb lesz a horgászok számára. Idén is rendeztek horgásztábort a már megszokott rendben, mit lehet erről tudni? Igen, idén is megrendezésre kerül a Kistelegi Horgász Egyesület által szervezett horgásztábor, ami július 19. és 23. között fog létrejönni. A 8 és 14 év közötti korcsoport van megcélozva. Igazából van egy létszám, amit előírtunk, de
elküldeni senkit sem fogunk, tehát nem az a lényeg, meg nem az a szemlélet, hogy na most mint 10 főbe határozik, és akkor ragaszkodunk a 10 főhöz, mink azt szeretnénk, ha minél több fiatal csatlakozna a horgászokhoz, és nem pedig a nyári szünetet otthon a 4 fal között tölteni el, hanem esetleg kijön a szülővel, nagyszülővel a tópartra, és horgászik egyet. A táborban most megint csak jó lesz a felhozatal, idézőjelben, mert ugyanúgy, ahogy szoktak a halőrök és a szövetség képviseleti magát, most országos és nemzetközi bajnokok is jelezték részvételüket, köztük Erdélyi Attila, Csala Tibor és Jáger Szabolcs is megtisztel bennünket. Ez a tábornak a jelentkezése 10 000 forintba kerül, ami abból áll, hogy a szülő reggel 7 órára odahozza a gyermekét, és délbe elviszi. Őneki nem kell semmit sem hozni, mink az Egyesület biztosítja nekik a felszerelést, az étkezést és az ellátást, ami az egész délelőtt folyamán rájuk vonatkozik. Távlati terveitek mi? A augusztus 14-15-én szeretnénk megrendezni másodjára a 24 órás horgászversenyünket, arról szintén 2 fős csapatok jelentkezését várjuk. Ott 10 csapat tud jelentkezni, ami a reggeltől másnap reggeli horgászatot foglalja magába. Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idei év is jól fog sikerülni, és eredményes lesz a horgászat, ugyanis ezzel a nagy meleggel valószínűleg, hogy az éjszakai horgászat lesz az eredményesebb és a jobb. K99-es kutyavizsgát tartottak Kisteleken. Nagy György Jánost kérdeztük magáról a vizsgáról és a vizsga folyamatáról. K99-es kutyavizsga zajlik épp Kisteleken. A rendezvény szervezőjét, Nagy György Jánost kérdezzük ennek részleteiről. Először is köszöntelek. Mit tudhatunk erről a vizsgáról? Erről a vizsgáról azt lehet tudni, hogy ez igazából egy gazda és egy kutya kapcsolat, amit hát igazából, hogy legyen értelme a kutyaiskolába járásnak, egy kis ilyen kis drukk, egy kis felkészítés, hogy végülis mi alapján mit tud a kutyánk, hogyan készítettük fel, mennyire figyel ránk, mennyire tudjuk a kutyát irányítani. Ugyanis egy élőlény, vannak önálló akarati, önálló döntései, hogy mennyire tudja a gazda és a kutya kapcsolatot ezt kialakítani. Ez gyakorlatilag itt ebben észre lehet venni, hogy a kapcsolatot a kutyák és a gazda között. Egy ilyen vizsga hogy épül fel, mik a feladatok? Egy ilyen vizsga van egy pórázvezetésből, van egy váltakozó lépésből, azt úgy hívják, hogy menetelés, sétálunk egy kicsit pórázon, aztán futunk egy kicsit, aztán lassítunk, utána normál ütemváltásba váltunk, van egy jobbos fordulat, még egy jobbos fordulat, és akkor utána megyünk egyenesen, lesz egy hátraadsz, egy ültetés, és utána van 4 ember, akit csoportkerülést kell csinálni, ebből 2 embert kell megkerülni 8-as alakban, utána visszamegyünk az alapálláshoz, menjünk egy 10 lépést, ültetünk, és akkor otthagyjuk a kutyát, 10 lépésre eltávolodunk. Utána visszamegyünk a kutyához, megfogjuk a pórázát, 10 lépésre megint elindulunk vele, fektetünk, majd otthagyjuk megint 10 lépés eltávolodásban, ez egy ilyen helybemaradás gyakorlatnak is lehet hívni, hogy a gazda otthagyja valahol a kutyáját, utána visszalépünk a kutyához, ültetünk, majd 5 lépésre eltávolodunk, és addig a másik kutya, mert a pályán 2 kutya van, az egyik kutyának ezt mind végig kell ülnie, annélkül, hogy a gazda is hozzányúlna. Milyen kutyafajták azok, akik megfelelnek egy ilyen K9-es vizsgára, vagy minden kutyafajta megfelel erre? Igen, minden kutyafajta megfelel, ugye ennek vannak több lépcsői, a több lépcsőből ugye van E1-től E9-ig. Általában ezek a kutyák, akik, hogyha még olyanok, akik nem is úgy lehet irányítani, az legalább az E2, E3-as vizsgáig el tudnak menni. Az a lényeg, hogy töltse be a 6 hónapot, és utána ezeket a felkészítéseket el lehet kezdeni. Ez kb. Egy 20 alkalom, 20 alkalom után már az első vizsgát meg tudja tenni a kutya. A
Amikor először érkezik ide valaki kutyával erre a kiképzőpályára, először nyílik az ajtó és lép be, mi az az út, amit meg kell tenni ahhoz, hogy egy ilyen vizsgára felkészült kutyával rendelkezzen? Meg kell tanulni a kutyával való kommunikációt. Elsőnek mindig az a legnagyobb probléma, hogy a kutyák nem akarnak beszélni, hogy az emberek nem akarnak a kutyákkal úgy beszélni, mint az emberekkel. Ha folyamatosan beszélünk a kutyával, akkor magunkra vonjuk a figyelmet. Nagyon sok jutalomfalat kell hozzá, főleg olyan jutalomfalat, ami nem száraz táp, ami gyorsan le tud nyelni, gyorsan tudunk neki az órába adni, és sok-sok dicséret, és otthoni gyakorlást lépésről lépésre. Azok, akik esetleg most gondolkodnak azon, hogy a kutyájukat kutyaiskolába hozzák, hogy találnak meg benneteket? Hát a Kistelki sportpályának a bérlését megnyertük, Kistelki Árpád utca 41, vagy pedig egy telefonszámon, ami 0670-335-4721-es számon lehet érdeklődni.